Néhány évvel ezelőtt láttam egy különleges régészeti tárgyat, egy ősi egyiptomi napórát. Ennek a modelljét szeretném most bemutatni. Egy egyszerű papírlapról van szó, amelyiken behajtunk egy rövidke darabot, és ettől ez má is napórává válik. Ezután már nincs más dolgunk, mint hogy ezzel láthatunk egy bekalibrált napóját. Itt már az árnyékot megfigyelte valaki, és délelőtt az egyik oldalán, délután a másik oldalán jelezte rajta, hogy milyen hosszú volt az árnyék. Arra vigyázott persze, hogy ez vízszintesen álljon. Ezt a napóját rövid célból csinálták, rövid ideig tartó felhasználás céljából készítették. Többféleképpen lehet elkészíteni napóját, ez például gyufás dobozokból van, ez egyszerű papírhajtogatás, ahol fixálták a szöget, ez egy egyszerű megoldás, ahol egy ceruza jelzi az árnyékot, adja az árnyékot, ez pedig fából készült. Ezek az eszközök lehetőséget adnak a gyerekeknek, hogy gyakorolják a mérést. Mérhetik az időt, mérhetik a hosszúságot, sőt, ezeket kell mérniük, és mindezek mellett igen komoly matematikai háttérről is beszélhetünk. Trigonometria felé vezet út, csillagászat felé vezet út, sőt, a mértékelmélet néhány kérdése is fölmerülhet.